Sziasztok, üdvözöllek a legújabb videóban. Ebben a videóban a Győr Rally eseményeit és izgalmait fogjátok látni. Ez egy kétnapos verseny lesz szombat és vasárnap. Csütörtökön megjártuk a tesztet, ami a Rábaringen került megrendezésre. Ennek a videóját ezt itt láthatjátok, nézzétek meg, ezt ide kirakom. Mai napon az olaszfalui gyorsasági szakaszt választottuk, itt leszünk ma egész nap, nem fogunk vándorolni. Vasárnap pedig ezt a valószínűleg a ravaszdi gyorsaságit választottuk, beszéltem egy-két emberrel is. Nagyon dicsérik azt a pályát, úgyhogy lehet, hogy megnézzük, mert még soha nem voltunk ott. Ezen a versenyen egy hatalmas csatára lehet számítani, hiszen itt eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Vince Ferikének kell 2 ponttal többet szerezni Turán Fricinél, és akkor bajnok lesz, de reméljük, hogy nem itt fog eldőlni, marad izgalom Nyíregyházára is, ezt remélem. Illetve azért is nagy csata lesz, mivel Csomós Mixi is visszatért, ugye a cseh ERC második hely után itthon is szeretne bizonyítani. Személy szerint én azt tippelem, hogy behúzza ezt a versenyt is, de meglátjuk, hogy mit fog hozni ez a verseny hétvége, úgyhogy maradjatok velem, mert ez is egy jó videó lesz, illetve egy jó verseny. Srácok, lement az első kör, nem tudtunk egy jó helyet kiválasztani, mert annyira nem volt élvezetes. Az ORB-nek az eleje az elég látványos volt, Mixi, Vince Feri, a Velencei Ádám, ők nagyon jól jöttek. A versenyt vezeti Csomós Mixi, ahogy ez várható volt, Vince Feri pedig a második, a harmadik a Klaus Kristóf, Vince azért szépen halad a bajnoki cím felé, de még holnap be kell érni a célba. Ma választunk egy másik részt itt az olaszfalui gyorsasági szakaszon, reméljük ez jobb lesz. A kollégám azt mondta, hogy a szerpentin az egy látványos lesz, úgyhogy most megnézzük, azt maradj velem. Yeah.
véget ért a szombati versenynap, Csomós Mixi zárta az élen, brutális tempót diktál, úgyhogy többiek csak nézik a hátát, valószínűleg be is fogja húzni a versenyt, hogyha nem hibáz nagyot. Holnap pedig megyünk a Ravaszdi pályára, meg a Ráboringre. Reméljük jobb lesz, mint a mai, mert a mai az annyira nem vált be, mert rossz helyeket választottunk, meg annyira nem is volt jó ez az olaszfalui pálya. Úgyhogy reméljük a legjobbakat holnapra, tarts velem holnap is! Üdvözlök mindenkit, a szombati napon vagyunk, kiválasztottuk a Ravaszdi gyorsaságit, ez is egy baklövés volt, a rendezőség nincsen a helyzet magaslatán. Jó helyre mentünk, de elzavartak minket, de biztonságos helyen voltunk, úgyhogy most megyünk át a Ráboringre, gyertek!
Srácok, ennyi volt a Győrrel, egy kis összegzést engedjetek meg. A szombati napunk az nem sikerült annyira jól, mert rossz helyet fogtunk ki, nem is volt annyira jó gyorsasági szakasz, úgyhogy nekünk az annyira nem jött be. Mai napon pedig Ravaszdon kezdtük, onnan eljöttünk rendezői okok miatt, átjöttünk Ráborinkba, ez már egy fokkal jobb volt, itt nagyon sokszor láttuk a mezőnyt. Összességében 10/6-7 volt ez a verseny, nem életünk versenye volt. Legközelebb Nyíregyházán találkozunk elvileg. Iratkozz fel a csatornára, még nem tetted, találkozunk legközelebb, sziasztok!